Debrecenben te voltál az egyik legmeghatározóbb tagja a védelemnek, hogy érezted magad a pályán? Hát sajnos nem éreztem jól magam a pályán, mert a csapattól, meg magamtól is nem volt olyan eredmény, nem volt olyan munka, amit vártunk. Sajnos hát ezért szerintem az egész csapat nem érezte úgy magát a pályán, meg ugye a meccs után. Nem volt egy jó hangulat, de most ugye azon vagyunk, hogy a következő meccsen a hibákat kijavítsuk. Ugye ez az alapvető dolog, hogy 100%-ot nyújtsunk, mert hát ennél jobb kell. Jól fogunk most regenerálni, a következő edzésekre odafigyelünk, és ugye az a feladatunk, hogy a következő meccsen, ugye meg 3 pontot itton, az mindenféleképpen. Mert látjuk, ugye 2 pontra vagyunk az elsőtől, szóval hát még ez alakulhat nagyon szépen is. Mit gondolsz, milyen páros találkozz Batik Bencével? Én ugye játszottam, hogy felkészülési meccsen is játszottam vele, meg edzéseken én teljesen jól érzem magam mellette. Tényleg, hát nyilván nem játszottunk még hát olyan sokat együtt, de amennyire még ugye kezdők vagyunk így, hát együtt, teljesen jól érzem magam mellette. Hát annak örülök, hogy például nem kaptunk gólt, hogy már valaminek lehet örülni, és szerintem jövőben is ezzel nem lesz probléma, hogy együtt játszak vele, mert teljesen jól kijövünk pályán kívül, szóval abszolút rendben van. A sérülésed már a múlté? A sérülésem hát a múltnak hát a múlté, de azt még érzem, hogy nem vagyok 100%-os, most azon vagyok, hogy 100%-os állapotba kerüljek. Az elmúlt hetekben nem tudtam úgy edzeni, hogy 100%-ig fit legyek, de annak örültem 90 percet legalább most első alkalommal le tudtam játszani, és szerintem ez most már biztosan fölfelé fog, hát ahogy mondjam, hogy ennél már csak jobb lesz. Hétvégén pedig következik a Paks, milyen plusz energiákat kell felszabadítanunk a győzelemhez szerinted? Igazából inkább olyan dolgokból kell kiindulni, mint például a egy héttel előző meccsen, ugye 5-0-ra nyertünk, azokból olyan dolgokat kell ugye hozni magunkkal, mert az abszolút jó volt, amit tudunk használni, és ezeket a dolgokat meg ugye, amiket most csináltunk, ilyet nem jött szóba, hogy így játszunk, szóval a kettőből le kell szűrni, ami le kell, és hogy ugye megnyerjük a meccset, az a legfontosabb, de szerintem, hogy mondjam, hogy bízok ebbe a csapatba, vannak jó játékosaink, sok jó játékosaink vannak, szóval ez abszolút, úgy gondolom, jövőben ez jó lesz.